Hát az egész jól látszik. Hogy voltak ezen a házak? Na, így most már a vasút az utcára. Ragacs, van valakinél? Itt megy a vasút. Voltunk kirándulni is vonattal. Az óvodával is egyszer voltunk Ajkán, vonatos kirándulásról. Ott van egy nagy vonat kitéve, és ahhoz mentünk, ott fényképezkedtünk, el is tudom hozni a fotót. Az állomástól jön a Vasút utca. Ez még itt a Kini zsírt. Jövő ezt a lapot. Az ipari területhez bevisz a Somló utca. Most csinálom a Somló utcát. Ez az út. Ilyen gyárépületek és részek, például a Varroda vagy a Malom voltak arra. Ott is vannak a magtárjai. És volt egy galambot fönt, gondoltam úgy, hogy tudom eltalálni. Kilődöztük az üveget a lakatlan gyárból. Meg itt van ez a híd. Jöttünk még biciklivel, ő meg átment ezen a csövön. Megkaptam az első fényképezőgépemet, akkor oda mentem. Na, akkor vizet fogok fényképezni. Amikor kiszakadt a székítőlát ki, akkor tele volt halakkal. 10-26 fokunk. Egyszer akartunk is poénból egy kisvarvízi elvezést. Szerettem itt lenni. Minden ilyen titkot itt beszéltük meg a barátnökkel. Ott van a Dankó telefotó. Kicsit ilyen gettó-szerű volt. Cigánytelep volt. Igen, cigánytelep, ott laktuk a cigányok. Az egyik osztálytársam, a Petike is ott lakott. Hát én arról nem nagyon jártam. A sok kóbor kutya. Még egyáltalán ők nem kötötték meg a kutyákat. Ott voltak lovak is, volt nekik egy ilyen futó helyük. Arany, Mini megette a filmet. Magot mit hűtötte. Erre az Ádival játszottunk, itt ugye biciklisztet. Itt egy lomisház volt, és az volt ráírva, hogy használt cikkeladó. Egyszer oda kimentünk, és akkor felfedeztük azt a helyet. Mellette a Patak utca, meg a Füzes utca. Ez a Pápai út, vagy a Móricsi gond. Az Imre bács. A mézdíjra. Hova mentek? Nem kellett kisné? Ugye itt volt a posta, és erre még utcák voltak. Szerint ez az autó szemelő. Az a Szabó doktornak a háza. Volt a kapkád, a szoktam mászni a tesómmal, és néztük. Szambágy idős néni lakott, de mindig adott valamit, úgyhogy anyának hoztak mindig virágot ültetni, meg ilyenek. Mindig itt voltak az ünnepek, húsvét, szülinap. Kirendettem egy falat. Ez mind a Várkert. Itt a Várkertben egy körbe szoktam biciklizni. Szoktunk futni ott a környéken, kutyát sétáltatni. Bungit építettünk, meg elbújtunk, bujoskáztunk, fokuskáztunk. Volt egy bunkink, és ott szoktunk mindig lenni. Közel van oda a focipálya is. Mikor még megvolt, ki lehetett járni, megnézni. Az Obifánál szoktunk bujoskázni, meg fokuskázni. Nagyon széles fa is, meg hát nagy is. Alsóban sokat játszottunk ott. Az Obifa egy olyan hely, ahol felmászol a fára és elgondolkodsz. Az ablakból láttuk, hogy a füves pálya hátulján ömlik be az iszak. Itt mindenhol rendőrök, tűzoltók, sziréna. Itt ugye egyből pánikba estem, és elkezdtem eszeveszettő telefonálni, hogy mi van veled. Ilyen vörös volt, Laci, ilyen vörös. Az egész. Pont hallott ezt a zúdulást, hogy így jött egy ilyen vörös iszak. Hát ilyen... Olyan, mint a pataknak a hangja, csak egy tízszer erős. Láttuk ott az ebédlő ablakát. Olyan, hogy volt, hogy el sem tudták képzelni, hogy ez nincs oda. Hogy jön valami.
vörös valami ez. Ez az iszap, ez mindent vigy. Amit talált, az vigy. Láttuk is közelről, már a lábunk előtt folyt végül is, úgyhogy... Akkor mi csak ott álltunk, mert nem tudtuk, hogy mi van. Hát mindenki elfeledkezett, hogy aznap van a szénapom, de azért anya azért meg felköszöntett.